Tévékritikusok ritkán vendégek a tévéstúdiókban, de persze könyvet is viszonylag ritkán írnak. Most mégis rácáfolunk mind a két sztereotípiára, ugyanis Varga Attila, alias Six a vendégünk, az Index újságírója, akivel kapcsolatban még azok is, vagy azon is biztos lesznek, akik meglepődnek majd, hogy a zord rocker külső milyen érző és tulajdonképpen érzelmes apa szívet akar. Erről szól az említett könyv, amit meg is tudok mutatni, itt van a kezemben. Bubu, és éppen arról beszélgettünk, hogy milyen keveset aludtam ennek köszönhetően, mert friss szülő számára különösen nehezen letehető. Valami olyasmi a címmel vagy mondattal promotáltad a saját könyvedet, hogy ilyen ez, amikor egy alapvetően gyökér embernek gyereke születi? Igen, ezt nem feltétlenül én találtam ki, de jóvá hagytam. Igen, igen. Ilyen az, amikor egy alapvetően gyökérnek gyereke születik. Ez is érdekes, hogy te miért tartod magad alapvetően gyökérnek, hát, de nem. Ezek szerint a te életedben egy nagy sok, nagy váltás, nagy ellentmondás? Nagy váltás mindenképpen, hiszen azért 46 évesen lettem apa. Ugye, úgyhogy az ahhoz képest, ami előtte volt 46 év, ahhoz képest azért elég nagy váltás jelentett, de a legjobb dolog tényleg, ami történhetett velem. Tehát elképesztő az egész, egy ilyen teljesen szürreális utazás tulajdonképpen az, hogy a kettőből három lett hirtelen, és akkor mindig ott van, tehát nem az, hogy jó, oké, most majd úgy is elmegy, és akkor csinálhatjuk tovább, amit eddig, hanem most már mindig ott van. És ez egy nagyon-nagyon jó dolog, én rettenetesen élvezem minden percét. Aki követi az írásaidat, az valószínűleg mindig is sejthette, hogy hihetetlen grafomán lehetsz. Én már eddig se tudtam, hogy mikor alszol egyébként, nem csak azért, mert rengeteget írsz, de rengeteg tévét is nézel, például rengeteg sorozatot, az így rengeteget írjál. De mikor vált világossá, hogy erről is írni fogsz? Azt hiszem azután, hogy Timi szólt, hogy akkor mostantól hárman leszünk majd, akkor döntöttem el, hogy erről valahogy erről írni kellene. Tehát az, hogy ennyire nagy váltás történik az életemben, az ilyeneket szeretem kiírni magamból, és úgy voltam vele, hogy jó, akkor csináljunk, és vezetek egy blogot. És el is kezdtem a blog.hu-n vezetni róla egy blogot, illetve előtte még a Velvet-en írtam egy pár cikket róla. Csak a kommentelők miatt úgy voltam, hogy jó, akkor ezt hagyjuk, mert ha engem szidnak, azt valahol már megszoktam, de amikor beleálltak a feleségembe, vagy a gyerekembe, születendő gyerekembe, hiszen ezek még azok a posztok voltak, amikor Timi terhes volt, akkor azt mondtam, hogy jó, ezt nem. Tehát van egy határ, ami ahol meghúzom a vonalat, és azt mondom, nem ez csinálom egyébként tovább. Egészen durva, az ember bármilyen kismama oldalt néz, hogy ott milyen háborúk dúlnak, és milyen vehemes kommentelések zajlanak, és hogy küldik el az emberek egymás melegebb éghajlatokra. Pedig gondolom azért te megszoktad már a kemény komment hangait. Persze, tehát mondom, azzal nincs bajom egy bizonyos szintig, ismét csak, hogy engem szidnak, de az... Amikor a gyerekemet, meg a feleségemet, az más. De a kismama oldalaknál veszélyesebb hely nincs a földön. Tehát ott tényleg nagyon-nagyon meg kell gondolni minden egyes leírszót, hogy biztos vagy benne, hogy ezt el is fogod küldeni, mert bármit írsz, biztos, hogy legalább 50-en neked esnek, hogy az nem úgy van. És vannak érzékeny témák, amikbe egy férfi nem szólhat bele, mert hogyha igen, ezt a Szili Laci megtapasztalt, ő is írt egy nagyszerű könyvet a gyerekvállalásról, annak idején, hát ő ellene keresztes hagyjáratot folytattak valamelyik ilyen kismama oldalon, ez nagyon vicces volt nézni. De számítasz egyébként arra, hogy a könyv is kiválthat akár ilyen reakciót? Azt tudom, hogy a könyvet nem lehet kommentelni, ez elég sokszor kajánul meg is jegyzett írás közben. De hát azért van éppen elég más internetes felület, ahol megtalálható. Nem tudom, még nem kaptam egyelőre, csak hál' Istennek le is kopogom, pozitív kritikákat kaptam, tetszik az embereknek azt, ahogy írtam róla. Bár édesanyám megegyezte, hogy kicsit kevésbé lehetett, tehát lehetett volna kicsit kevésbé vulgáris, de mondtam, hogy... Tehát ezzel ellenben meg is van már szűrve, mert azért a szerkesztő átment. Másrészt meg hát én ilyen vagyok, szóval nem fogom megtagadni önmagamat. Ha emiatt valakinek már bármilyen problémája van, vagy erről akar velem beszélgetni, nagyon szívesen, de ha valakinek nem tetszik ez a könyv, nekem az sem semmi problémám, csak beszéljük meg. Tehát, ha el akarja nekem mondani, én szívesen meghallgatom, hogy miért nem jó. Nincs az a nem.
Ez tényleg egyébként nem vulgárisabb, sőt szerintem kevésbé, mint bármelyik írásod, amit az Indexen lehet követni. Ami szokatlan ugye ebben a műfajban, hogy egyrészt filmes hasonlatokkal és párhuzamokkal és jelenetekkel van tüzdelve az egész, de ez nyilván nem meglepő valakinek, aki ilyen mértékben filmekben éri az életét. Másrészt viszont politikai poénokat ereszt össze elég sokat. Tehát a nagymama olyan a szülőnek, mint fideszes politikusnak a migráns jellegű hasonlattól kezdve az összes többin át. Ez dilemma volt, hogy legyen ebben ennyi? Nem, ezek jöttek. Tehát miközben írtam, és valami ilyesmi jött, én akkor nem cenzúráztam önmagam, vagy nem gondolkoztam, hogy hát lehet ehhez, hogy másikat kellene használni, hanem ha ez jött, akkor ez jött. Mert ugye az ember piaci logikával gondolkozik, akkor ez az a téma, amit egyrészt nagyon jól el lehet adni, hát ez látszik is a kínálat mértékén, de hát ez az a téma, aminél ugye nem számít, hogy ki milyen politikai nézeteket val, mindenkinek van gyereke, mindenki szeret erről olvasni, és mindenkinek tetszett az az ellentmondás, amikor egy ilyen rocker csávó, mint amilyennek magadat azért a könyvben is folyamatosan beállítod, meg pedig is lehet tudni róla, hirtelen vajpuhává válik. Ezzel szűkíted a potenciális olvasótábort, hogy nem rejted véka alá egyébként a politikai gondolatvilágot. Ez soha nem érdekelt ez a része. Tehát én ezt a könyvet elsősorban jó, azért írtam, hogy elolvassák az emberek. Persze mindenki annak írja, azért írja, hogyha azt mondja, hogy nem, akkor hazudik, de tényleg azért írtam, mert szerettem volna azokat az érzéseket, amik elöntöttek, hogy ilyen patetikusan fogalmaznak, a gyerekkel kapcsolatban azokat valahogy úgy megőrizni, hogy később esetleg ő is el tudja majd olvasni. Tehát tulajdonképpen ezt a könyvet én ezt neki és a feleségemnek írtam. Hogyha nem lett, hogyha azt mondta volna az Index, hogy jó, kösz, nem rossz, de inkább mégse adjuk ki, semmi gáz, az írás az meg lett volna, és akkor azt elrakom későbbre majd. Hoppá, bocsánat. Mennyire tudsz egyáltalán írni a gyerek mellett? Ugye az is kiderül a könyvből, hogy hihetetlen meló, ezzel nyilván senki nem lepődik meg, akinek magának már gyereke van. Másfelől viszont, ugye te eddig nem csak írtál rengeteget, néztél is rengeteget ahhoz, hogy írni tudjál. Gyakorlatilag nem tudja 24 óra, hogy volt elég. A könyvben nem. Pedig nagyon sokszor visszatérő motívum, hogy egy tüsszentésből is mekkora probléma van. Hát az eleje az ebből a szempontból kemény volt, akkor amikor Benedek aludt, akkor én próbáltam valahogy úgy óvatosabban a konyhába nézegetni a sorozatokat, hogy nehogy felébresszem. Most már, hogy nagyobb, és délután otthon vagyok, vagy valami, akkor megy a tévében a sorozat, mi játszunk, néha odafigyelek, hogyha valami felkapom a fejemet, de maga az írás az úgy nézett, hogy ezt elméletileg nekem, tehát amikor eldöntöttem, hogy írok róla, akkor egy ilyen naplószerűen kellett volna ezt vezetni. És viszont amikor kiderült, hogy könyv lesz belőle, és akkor megvolt, hogy jó, akkor adjam le, mit tudom én, október végére. És akkor mondom, október végére, mennyi idő van még? Majd ráérek az írásra, és ez egy kicsit halogatás szintjén működött, aztán rájöttem, hogy nekem sürgősen el kell kezdenem írni valamit, mert előbb-utóbb, tehát erre számít az Index, hogy ebből könyv lesz, úgyhogy volt egy olyan 3 hónap, amikor azért elég durván reggel felkeltem, itt a 4:30 környékén, és akkor lejöttem és írtam, és aztán utána délután vagy este is írtam, és akkor nem tudtam annyit foglalkozni vele, mint amennyit szerettem volna, ami nem volt jó, de néha ez is benne van a könyvben egyébként, szerintem érződik rajta néhol, hogy frusztrál, hogy nekem írnom kell, és nem a gyerekkel foglalkozni. Hogy szűröd azt, hogy mi az, amit a gyerek láthat? Ugye a könyvben van olyan jelenet is, hogy szülés előtt pillanatokkal még zombi sorozatot néztetek a feleségeddel, most, hogy a gyerek ott van, a lakás kicsi, ez is kiderül. Gondolom ez is visszatérő kérdés lesz, hogy mit kaphat el a képernyőn? Mennyire kell szűrni egyáltalán? Mennyire lehet neki természetes, hogy állandóan be van kapcsolva a készülék? Hát állandóan azért hál' Istennek nincs bekapcsolva, de próbáljuk azért szűrni. Tehát amikor olyan kedvünk van, hogy valami horrorfilmet megnézzünk, azt megvárjuk, hogy elaludjon, tehát az ilyeneket nem nézzük meg. Próbálok én inkább belefoglalkozni, tehát akkor, amikor a háttérben esetleg megy a tévé, akkor vele foglalkozunk, és nem azt, hogy leültetjük a tévére egy 10 hónapos gyereket, és akkor tessék, itt van, nézel az Alien, mert nem erről van szó. Valahogy majd később, amikortól már fel is fogja azt, hogy mit lát a tévében, onnantól kezdve azért persze szűrni lesz, tehát az, hogy most melyik csatornát, az halvány fogalmam sincs, hát majd biztos találunk olyat, ahol nem lesz
gyermekeket felzaklató tartalom, vagy valami ilyesmi. Folytatás, mármint könyv? Gondolkodom rajta. Minden, megint minden nap van valami, tehát tudom én tegnap is, akkor rájöttem arra, hogy a feleségem jött rá arra, hogy a hajkefe az egy nagyon jó dolog. Egy ilyen kis pici gyerek hajkefe, mert megfogja, és valamiért most nagyon megszerette a hajkefét, és akkor most hogyha el akarjuk terelni a figyelmét, akkor elég csak bubu, és csak... És akkor mosolygás van, és... Hát minden nap van valami ilyen, ami nekem nagyon jó, mert látom, hogy fedezi fel a világot, hogy egyre ügyesebb a kezével, lejt valamit, akkor megkapaszkodik az asztalba, lehajol és benéz az asztal alá. Ez például tegnap vett észre a feleségem, hogy ilyen szkíje is van már. Szóval ezek, amikor minden nap van valami plusz, azt úgy legszívesebb leülnék és megírnám. Csak hogyha mindig kirohangálok és leülök és megírom, akkor lemaradok ezekről a pillanatokról. Szóval inkább megélem, és aztán majd később lehet, hogy megírom. Hát agyalhallgatlak lesz ebből még. Lehet. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Én köszönöm.